és kiegyenlítenek a győriek, Pignicki. Van ez a nagyszerűen végindít, de lehet, hogy elvitt Pignicki, miért a kontra. Érdekesen alakult, hiszen már kétszer hívott, és először hívott a Győr, akkor otthon nemet mondtunk Szegeden. Elsőre a szüleim nem engedtek, mert azt gondolták, hogy a suli fontosabb, és a második kérésre mondtunk igent. 18 éves voltam, elindulni a nagyvilágba, elválni a szülőktől, önállósulni, felnőtté válni, gondoskodni magamról. Jó kis próbatétel volt, de nagyon szerető közeg vett körül, nagyon jó kis emberekhez kerültem, nagyon jó szervezett társaságba, mai napig emlékszem az irodai dolgozókra, a portásra, a gyúróra, mindenkire, tehát egy nagyon jó kis közegbe kerültem, ami megadott ezt a szerencsére a későbbi kézilabdás pályafutásomon, tehát az, hogy itt élek Győrben, az azt gondolom, hogy mindent elmond, hiszen a nagyon sokat köszönhetek akkor a legvagyis Attila bácsira, hogy akkor rágtam tünemet, hogy próbáljam meg, hogy jó lesz itt nekem. 2015-ben költöztünk Hanna Franciaországból, volt a Féming meddig az Eto kérésére, így nem kérésére, de így találkoztak az elképzeléseink, hogy én szerettem volna hazaköltözni, illetve számítottak akkor rám az utánpótlázó, vagy valahogy közösek voltak az érdekek, így érkeztem 2015-ben az Eto utánpótlásába, és azóta itt dolgoztam a IFI csapattal, dolgoztam U13-as csapattal, serdülő csapattal, és most jelenleg az U15-ös csapatot viszem, ami az Akadémiai 3-as csapat, és az U15-ös kiemelt bajnokságban szerepelünk, illetve kiegészítő bajnokságként az IFI 3-as bajnokságban szerepelünk. Mindenképpen az egymásért való küzdelmet, az, hogy csapatban gondolkozó csapat vagyunk, és milyen jó az, hogy esetleg egy nehezebb pillanatban ott van a társ, és ki tud engem segíteni. Az öröm közös, együtt nyerünk, együtt veszítünk, mindent megosztunk egymással, nem adjuk fel soha a küzdelmet, a végsőkig kitartunk, illetve azt, hogy a befektetett munkának eredménye van. De azt kezelkésen kell meg alapolni, és utána lehet a mérkőzésen elvárni dolgokat. Nem gondolnám, hogy elégedett lehetek bármikor. Apró sikereket megélek, apró sikereknek örülök, mind a gyerekekkel, mind a kollégáimmal. Azt gondolom, hogy nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk, megosztjuk a gondolatainkat, néha össze is kapunk, hiszen külön vizek vagyunk. Azt gondolom sikernek, hogyha a gyerekekből visszakapunk valami tetszéset, és azt a mérkőzéssel is meg tudják mutatni, illetve természetesen a gyerekek örömét látva, és így fejlődéseket átoltatva, akkor sikerek. Az alapokat Szegeden tanultam meg, azt, hogy felnőtté váltam, és életjátékossá váltam, azt Győrnek köszönhetem. Hát azt gondolom, hogy amivé váltam, annak nagy szerepe van a Győrnek. Karrierem egyik legnagyobb sikerét győri színekben érhettem el a válogatottal, tehát győri játékosként. Azt gondolom, hogy itt váltott felnőtté életjátékossá, és nem véletlen az, hogy az utánpótlásban dolgozom, és szeretném, ha később a mi gyerekeink is hasonló karriert, vagy legalábbis sikeres karriert futhatnának be, jó emberekké válhatnának, és azt mondhassák, hogy na, én győri nevelés vagyok. Azt gondolom, hogy ez lehet egy edzőnek a legnagyobb álma.